Még több forrás. A tavalyi 132 milliárd forint helyett idén 154 milliárdot fordít a kormány közmunkaprogramra. Régi új hivatal. Az egykori városháza épületében kezdte meg működését januártól az Ibrányi járási hivatal. Kutyacsip. Január 1-je óta kötelező a mikrocsip a kutyákban, az egyedi azonosítót azonban még kevesen ültették be. A tavalyi 132 milliárd forint helyett idén 154 milliárdot fordít a kormány közmunkaprogramra. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A legtöbben Szabolcs és Borsod megyében helyezkednek el a közmunkaprogram keretében. A foglalkoztatáspolitikai államtitkár szerint a hosszú távú cél az, hogy a közfoglalkoztatottak cégeknél helyezkedjenek el. A tapasztalatok szerint mintegy 10%-uknak sikerült munkát vállalniuk a nyílt munkaerőpiacon. Minél több ember dolgozzon és végezzen értékteremtő munkát, ez az elsődleges célja a közfoglalkoztatási programnak. Comba Sándor tájékoztatása szerint számos település jól élt a lehetőségekkel. A Start munkaprogram keretében például több helyen mezőgazdasági mintaprojekteket hajtottak végre, a munkavégzéshez eszközöket vásároltak. Ezért a programra továbbra is nagy hangsúlyt fektet a kormány. Az idejében 154 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy egy jelentős több mint 20 milliárd forinttal nagyobb a keret, amit föl lehet használni. Természetesen ennek egy része arra fordítódik majd, hogy az inflációt követően megemelkedik a közmunkás minimálbér bruttó, illetve nettó értéke is. Ugye tavalyiben nagyságrendileg közel 300 ezer embert szólítottunk meg a program keretében, és az idei évben is legalább 300 ezer bevontat tervezünk. A legnagyobb közfoglalkoztatók az önkormányzatok, a Magyar Közút ZRT, illetve a vízügyi igazgatóságok. A közmunkaprogram hosszú távú célja azonban, hogy a foglalkoztatottak a későbbiekben a nyílt munkaerőpiacon helyezkedjenek el. A tavalyi év adatai alapján azt tudom mondani, hogy nagyjából egy ilyen 10% körüli az az arány, aki vagy szakmájába, vagy segédmunkásként, ha nincs szakmája, el tud helyezkedni. Nyilvánvalóan azt szeretnénk, hogyha a következő időszakban, években ez a fajta foglalkoztatási mód inkább a szociális gazdaság, a szociális szövetkezé tolódna el magyarul, olyan módon tudná önfenntartani, önfinanszírozóvá válni, hogy 2-3 éven belül ezek a fajta értékteremtő munkákkal azok az emberek, akik ebben részt vesznek, ne csak úgy érezzék, hogy ne csak egy időszakos átmeneti megoldásban vesznek részt, hanem tartós foglalkoztatási lehetőség. Az államtitkár hozzátette, a tapasztalatok szerint a legtöbben Szabolcs és Borsod megyében helyezkednek el a közmunkaprogram keretében. Több embert kell a közfoglalkoztatásba bevonni 2013-ban, ez az MSZP álláspontja. A szocialisták nyíregyházi tájékoztatóján elhangzott, januárban és februárban nem indul közfoglalkoztatási program, emiatt a legtöbben csak segélyért tudnak majd folyamodni. Veres János országgyűlési képviselő szerint ez a probléma a Szabolcs-Szatmár-Berekben hatványozottan jelentkezik majd az önkormányzatoknál. Tavaly 314 ezer ember, idén azonban már csak 300 ezer ember közfoglalkoztatásával számol a kormány, hangzott el az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján. Veres János országgyűlési képviselő elmondta, egyre többen kényszerülnek erre a foglalkoztatási formára, ezért a kormánynak arra kellene törekednie, hogy jelentősen bővítse a közfoglalkoztatottak körét. Azt hangsúlyozta, még nagyobb gondnak tartják, hogy januárban és februárban nem működnek és nem is indulnak ilyen programok. Emiatt a legtöbben csak segélyért tudnak majd folyamodni. Láthatóan a megyében ez valamennyi önkormányzatnál nagyon komoly problémát jelent. Kis településeknél több tíz, közepes településnél már százas létszámú embert érintő problémáról van szó. Ezért azt követeljük, hogy a kormány változtassa meg az eddigi elgondolását, és január-februárban is indítson közfoglalkoztatási programokat annak érdekében, hogy azok az emberek, akiknek más megélhetése nincs, tudjanak közfoglalkoztatásban dolgozni és munkával pénzt keresni. A tájékoztatón Csabai Lászlóné, az MSZP megyei alelnöke elmondta, az önkormányzatok adósságát vállalása jó döntés a kormány részéről. Azt azonban, mint mondta, nem szabad elfelejteni, hogy ezt is az állampolgárokkal fizettetik majd meg. Orbán Viktor miniszterelnök nyíregyházi látogatásakor azt mondta, 2010-ben Romosváros volt a megyeszékhely. Csabai Lászlóné azonban ezzel a kijelentéssel nem ért egyet.
Az, ami elhangzott, hogy egy lerongyolódott és romos város volt Nyíregyháza 2010-ben, annak a megítélését pedig rábízom a városlakókra. Ha romos város volt, akkor most is azokon a romokon közlekedünk, hiszen olyan nagyon sok minden nem történt, inkább csak a tervezés időszaka van ennek az önkormányzatnak az életébe. Ami pedig a hitelállomány és az adósságállomány miatti lerongyolódást illeti, Nyíregyháza hitelállománya egyharmada volt Hódmezővásárhely vagy az 5. kerület hitelállományának, kevesebb, mint Szolnok és Sopron hitelállománya, és majdnem forintra annyi, mint Debrecen hitelállománya. Mint ismert, Nyíregyháza adósságállománya 20-ról kevesebb, mint 10 milliárd forintra csökkenhet a konszolidációval. Csabai Lászlóné is jelentős segítségnek tartja továbbá, hogy Orbán Viktor saját keretéből 1,4 milliárd forinttal, kormányzati keretből pedig 500 millió forinttal támogatta Nyíregyházát. Az MSZP sajtótájékoztatóján elhangzottakra Tilki Attila, fideszes országgyűlési képviselő a következőket reagálta. Lezárul december 31-ével az előző évi közmunkaprogram. Minden évben van egy pici adminisztrációs átfutási idő, hogy el tudjuk kezdeni a következőt. Természetesen erre az időszakra is gondolt a kormány, hiszen beindította a téli közfoglalkoztatást, ahol a települések lakosság arányosan kapnak egy pár fő foglalkoztatottat. Egyébként megváltozott már a rendszer, most a települések pályáznak, tavaly is így volt, és a pályázatokban saját maguk döntik el, hogy mikor kezdik mondjuk a mezőgazdasági foglalkoztatást, a vízügyes foglalkoztatást. Egyébként a MSZP előszeretettel elfelejtkezik az ő időszakáról. 2008-ban és 2009-ben májusban kezdődött el a közfoglalkoztatás, akkor 5 hónapig voltak az emberek munkanélkül. Mi szándékaink szerint február-márciusra indulni fog legtöbb településen a nagy közfoglalkoztatási program, ahol mindenki meg lesz elégedve a végzett munkájával. Az egykori városháza épületében kezdte meg működését januártól az Ibrányi járási hivatal. Ehhez a körzethez 8 település tartozik több mint 20 ezer lakossal. A gyámhivatali és okmányirodai ügyek átkerültek a járási hivatalhoz, az év végén pedig a kormányablakok létrehozásával bővül az ügyfélkörök száma, amiket jelenleg csak a megyeszékhelyen lehet intézni. A kormány célja az átalakítással, hogy elérhetőbb legyen az államigazgatási ügyek intézése. Ibrányban a városháza épületében kapott helyet a járási hivatal, a polgármesteri hivatal pedig a szomszédos művelődési házba költözött. Az ibrányi járáshoz 8 település tartozik több mint 20 ezer lakossal. Gyakorlatilag a járási hivatalok ugye két részből tevődnek össze. Egyrészt a önkormányzatoktól átvett hatásköröket intézzük. Ezeknek a két legnagyobb csoportja a gyámhivatali ügyek, illetve azok már nyíregyházai ügyek. Ezek teljes egészében átkerültek a járási hivatalhoz, illetve kerültek még át szociális igazgatásból, egyes ügycsoportok, illetve általános igazgatásból, illetve a szakigazgatási szervek közül is itt Ibrányban egy kezdte meg a tevékenységét, akik eddig is itt jelen voltak a településen, ez az Állategészségügyi és Élelmiszer Láncbiztonsági Hatóság. Az Ibrányi járási hivatal épületében helyet kapott még a tankerületi igazgatóság és a katasztrófa védelem is. Az év végén pedig tovább bővül az ügyfélkörök száma, amikor a tervek szerint az okmányirodák kormányablakokká alakulnak. Az egyik nagy célkitűzése volt a kormányzatnak, hogy az ügyek intézése minél közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, és a okmányirodák átalakulása ez egy nagyon jelentős változás ebben az irányban, hiszen valamennyi szakigazgatási szerv, sőt még a szakigazgatási szerveken túlmenően is különböző hatóságoknak fogunk átvenni kérelmeket. Ami azt jelenti, hogy olyan ügytípusokban, amelyet jelenleg mondjuk csak a megyeszékhelyen intézhet az állampolgár, ezen túl itt a mi megyékben 22 helyszínen lesz lehetőség. Ilyen lesz például a családtámogatási kérelem benyújtása, vagy egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási ügyekben intézkedés. Az Ibrányi járásban a székhely településen kívül Nagyhalászban járási kirendeltség kezdte meg működését januártól, ahol minden olyan hatáskörben, ami a járási székhelyen elérhető, ott is fogadják az ügyfeleket. Gondosak voltak a kutyatartók a szilveszteri ünnepléskor. Nyíregyházán mindössze 3 elkóborolt ebb várja gazdáját az állatotthonban. A részletek hamarosan következnek, előtte azonban nézzük, mi lesz még a híradóban. Az átalakulás éve volt a 2012-es esztendő a megyei kosárlabdában.
A társasági adókedvezménynek köszönhetően a szövetség több programot indított el a fiatalok számára, és 8 csapattal elrajtolta a megyei felnőtt férfi bajnokság is. Kispályás focival búcsúztatták az elmúlt esztendőt a nyíregyházi műfüves csarnokban. A harmadik Sunshine teremlabdarúgó tornán 24 együttes lépett pályára. A győzelmet a nyíregyházi Red Wolf szerezte meg a miskolci Tisza Virág együttese előtt. Gondosak voltak a kutyatartók a szilveszteri ünnepléskor. Nyíregyházán mindössze 3 elkóborolt ebb várja gazdáját az állatotthonban. Az új évvel jött változás, hogy január 1-e óta kötelező a mikrocsip a kutyákban. Az egyedi azonosítót azonban még kevesen ültették be. Azokat a kutyatulajdonosokat, akik nem tettek eleget a rendeletnek, megbírságolhatják. Még mindig keresik a tettest, aki mérget szórt örökösföld egyik zöld területére, és ezzel több mint 20 állat pusztulását okozta. A Csatorna utcai állatotthonba érkezik az új lakó, ezt a kutyát örökösföldön találták. Új év napján fogadták be, valószínű, hogy a petárda és tűzijáték robbanások miatt barangolt el. Elektronikus leolvasóval próbálkozik az állatotthon vezetője, de a műszer nem ad jelzést. Új év napján 3 kutyát vittek be a telepre, de a többiben sem volt mikrocsip. Ezt a fekete kutyát a 4-es Huszárok utcáról, egy másikat pedig a Vasvári Pál utcáról hozták be, azt nem tudni, van-e gazdájuk. Megpróbálunk olyan információkat keresni az interneten legfőképpen, hogy megpróbáljuk összehozni a gazdát a kutyával, és ugye az elérhetőségeket figyelembe véve összehozni őket ismételten, de nagyon nehéz, ugye pont azért is, mert nincsen bennünk mikrocsip. Mikrocsip bejutatás az egyik nyíregyházi állatgyógyászati centrumban. A beavatkozás csak pár percet vesz igénybe, és a kutyának sem okoz több kellemetlenséget egy átlagos injekciónál. A részem méretű csip behelyezését ugyanaz állatvédelmi törvény 3500 forintban maximalizálta, de ez a költség nem tartalmazza az esetleges kiszállási díjat és a kötelezően elvégzendő vizsgálatot sem. Tegnaptól akár már büntethetnek is abban az esetben, ha a kutyában nincs regisztrált mikrocsip, így sokan még az utolsó pillanatban berakadták kutyájukba azt. Évvégén, illetve 2 ünnep között iszonyatosan megnőtt a csippeltetésre az igény. Komolyan is kell venni, hiszen ezt jogszabály írja elő, hogy kötelezővé válik, és ennek az ellenőrzése is várható lesz közeljövőben, hogy rendszeresen fogja a hatóság, illetve a kijelölt hatóság, illetve a jegyző ellenőrizheti. Nincs előrelépés az örökösföldi kutyamérgezés kapcsán, pedig már több mint 20 állat pusztult el. A közösségi portálokon a város más részeiről is jeleztek hasonló esetet, többen pedig elhullott madarokról és macskákról is beszámoltak. Kovács Ferenc a polgármesteri keretből 150 ezer forint pénzjutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. A szakhatóságok folyamatosan végzik az érintett terület vizsgálatát és méregtelenítését. A Lobogó utca, Szalag utca és a Törzs utca által határolt szakasz lezárták. A lakosságot arra kérik, hogy se kutyasétáltatásra, sem pedig gyalogos közlekedésre nem vegyék igénybe. Jó hír a kutyatartóknak, hogy ebadót Nyíregyházán nem kell fizetni. Emeli bruttó 5-5 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. A 95-ös benzin literenkénti átlagára 414-415 forintra, a gázolajé 420-421 forintra nő. A múlt héten a MOL bruttó 3-3 forinttal emelte a benzin és a gázolaj árát. A benzin ára tavaly április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került, a gázolaj tavaly január közepén volt a legdrágább, 1 liter átlagosan 449 forintba került. Az autósok 20-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a különböző kutaknál. A nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya lopás elkövetése miatt folytat nyomozást ismeretlen személyek ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2012. november 21-én 12 óra 15 és 12 óra 45 perc között egy nyíregyházi drogériából több parfümöt tulajdonítottak el. Ugyancsak lopás elkövetése miatt folytatnak nyomozást ismeretlen személy ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2012. november 22-én reggel 8 és 8 óra 30 perc között egy nyíregyházi takarékszövetkezet egyik irodahelyiségéből az egyik dolgozó mobiltelefonját eltulajdonította.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható személyt, illetve személyeket és tartózkodási helyükről érdemleges információval rendelkezik, az hívja a Nyíregyházi rendőrkapitányságot a 0642 524 600-as telefonszám 3560-as mellékén, illetve bejelentést tehet a 107-es vagy 112-es segélyhívószámok valamelyikén. Az átalakulás éve volt a 2012-es esztendő a megyei kosárlabdában. A társasági adókedvezménynek köszönhetően a szövetség több programot indított el a fiatalok számára, és 8 csapattal elrajtolta a megyei felnőtt férfi bajnokság is. Élvonalbeli férfi csapat, amatőr NB1-ben szereplő női együttes, akadémiai képzés a fiú utánpótlásban, korosztályos válogatottak. Ezek jellemzik a sportágat megyei szinten. Ez a kirakat, azonban jócskán vannak még fehér foltok a sportág megyei térképén. A szövetség vezetése igyekszik mindent megtenni ezek eltüntetéséért és azért, hogy minél többen vegyenek kosárlabdát a kezükbe. Ez az átalakulás éve volt, mondhatjuk ezt, és most már a 2012-2013-as bajnoki szezonra úgy gondolom, hogy megszülettek azok a változások, azok a döntések, amelyekkel sokkal könnyebb és rugalmasabb lesz a szövetség működése, és természetesen köszönhetően az MKOS-nek, az Országos Szövetségnek, így a megyei szövetség mind anyagilag, mind infrastruktúrálisan is sokkal felkészültebb lehet. Kaptunk eszközbeli segítséget, és a szövetség kinyújtott kezeként, szervezeteként itt helyére képviseljük az MKOS érdekeit. Ez azt jelenti, hogy változások történtek a TAU finanszírozás segítségével, abban, hogy a megyei szövetség most már például egy sokkal nagyobb létszámú megyei bajnokságot, férfi megyei bajnokságot tud indítani. Most idén 8 csapattal, ebbe bevonva olyan csapatokat is, mint például korábban élszereplő és él lovas Záhony együttes, aki így visszatér, valamint új szereplőként az Ibrány együttes, akiknek a következő esztendőben komolyabb céljaik is vannak, illetve a régi szereplők, bajnok csapatok, mint például az NKK másnaposok, valamint ugye a Szentsej Nyikse is már ott van a bajnokságban. A korábbi sorozatok mellett a legkisebbek számára is kínál új versenyzési lehetőséget a megyei szövetség. Nem csak regionális és országos szinten működik és neveztek be helyi csapatok ebbe a regionális és országos bajnokságban, hanem helyi, megyei bajnokságot is indítunk, ahol egy újabb program résztvevői, például a dobdakosárba program résztvevői is becsatlakozhatnak. Idén az MKOS segítségével és közreműködésével és a megyei szövetség elnökségének szavazata alapján 12 iskola, 12 megyebeli iskola kap, vagy vesz részt ebbe a programba, és kap támogatást, mind anyagi, mind pedig tárgyi eszközök formájában, és a dobdakosárba programban részt vesznek. Ezek az együttesek is indulhatnak, többek között ezek a csapatok és sportszervezetek a bajnokságban, a megyei kenguru és gyermekbajnokságban, ahol szintén az MKOS támogatásának köszönhetően 10 csapat fog versengeni januártól. A sportág bázisának szélesítését szolgálja a Nyírsuli által felügyelt program, amelynek keretében tavaly 4 megyebeli város általános iskolájában indult el a kosaras képzés. A tervek szerint idén újabb 3 település csatlakozik a programhoz. Kispályás focival búcsúztatták az elmúlt esztendőt a nyíregyházi Műfüves csarnokban. A 3. Sunshine teremlabdarúgó tornán 24 együttes lépett pályára. A győzelmet a nyíregyházi Red Wolf szerezte meg a miskolci Tiszavirág együttese előtt. December 29-én és 30-án 3. alkalommal rendezték meg a nyíregyházi Filó foci csarnokban a Sunshine teremlabdarúgó tornát. Bár a régióban 5 városban is kispályás tornával búcsúztatták az évet, 24 együttes nevezett a 300 ezer forint összdíjazású rendezvényre. A megyebeli indulók mellett Miskolcról, Debrecenből és Budapestről is érkeztek csapatok, amelyekben korábbi és jelenlegi élvonalbeli futballisták is pályára léptek. Nagy örömünkre a Nyíregyháza Spartacus FC több játékosa is meg fogja magát mutatni. Na, ők is szeretnek kispályázni, ez a felkészülésbe is jó nekik, hogy mozgásban vannak ilyenkor, amikor úgymond szabadságon vannak, és emellett több NB3-as megyei első osztályú labdarúgó, sőt, egykori élvonalbeli játékost is meg lehet majd itt tekinteni a Filófoci csarnokban. A futballisták körében népszerű a műfüves borítás, amely a megszokottól némileg más típusú játékot követel a focistáktól. Egy 20-40 méteres pályán játszanak, 5x2-es kapura, oldalt palánkkal. Kicsit lassabb a játék, mint a megszokott parkettán, illetve PVC-n, de sok nagypályás csapat is van, és jobban hozzá vannak szokva ez a műfűhöz. Szeretik, illetve ízületbarát, nyugodtan lehet a keményebb játékot hagyni és engedni.
A tornát végül a nyíregyházi Red Wolf nyerte, miután a döntőben 9 méteresekkel vert a miskolci Tiszavirág csapatát. A harmadik helyet a tavalyi győztes Shamrock szerezte meg. A gólkirály a Red Wolfos Gergely Balázs lett, a legjobb játékosnak a Shamrockos Géci Pétert, a legjobb kapusnak pedig a Tiszavirág hálóőrét Diák Tamást választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A tavalyi 132 milliárd forint helyett idén 154 milliárdot fordít a kormány közmunkaprogramra. A legtöbben Szabolcs és Borsod megyében helyezkednek el a közmunkaprogram keretében. A foglalkoztatáspolitikai államtitkár szerint a hosszú távú cél az, hogy a közfoglalkoztatottak cégeknél helyezkedjenek el. Az egykori városháza épületében kezdte meg működését januártól az Ibrányi járási hivatal. Ehhez a körzethez 8 település tartozik több mint 20 ezer lakossal. A gyámhivatali és okmányirodai ügyek átkerültek a járási hivatalhoz, az év végén pedig a kormányablakok létrehozásával bővül az ügyfélkörök száma, amiket jelenleg csak a megyeszékhelyen lehet intézni. Gondosak voltak a kutyatartók a szilveszteri ünnepléskor. Nyíregyházán mindössze 3 elkóborolt ebb várja gazdáját az állatotthonban. Az új évvel jött változás, hogy január 1-e óta kötelező a mikrocsip a kutyákban, az egyedi azonosítót azonban még kevesen ültették be. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták. Ha valamiről lemaradtak, keressék az interneten weboldalunkat, minden fontos információt megtalálnak rajta. Híradó pénteken is lesz a Kölcsei Televízióban a szokott időben, este 7-kor várjuk Önöket a képernyők elé. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, töltsék továbbra is kellemesen az estét a Kölcsei Televízióval. Viszontlátásra! Üdvözlöm kedves nézőinket! Holnap változékony, szeles időben lesz részünk, és szorványosan kisebb eső, záporeső is kialakulhat. Átmenetileg csökken a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, majd délután a Dunántúlon ismét beborul az ég. Kezdetben elszórtan lehet zápor, hózápor, majd a nap második felében nyugaton már többfelé elered az eső. Megerősödik az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul, a Dunántúlon mérhetik a magasabb értékeket. Megyénkben éjjel a változó felhőzetből kisebb eső kialakulására kell számítani. Időnként megélénkül az északnyugati légmozgás, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben a változóan felhős ég mellett néhány órás napsütés is várható. Eleinte kisebb eső előfordulhat, megélénkül időnként meg is erősödik az északnyugati, északi szél. Délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. A határaink közelében is megyénkhez hasonló időjárás várható. A változóan felhős égből kisebb eső, zápor alakul ki. A hőmérséklet éjszaka általában -2, míg nappal +4 fok közelében alakul. A következő napokban is folytatódik a változékony idő. Szombaton borultságig növekszik a felhőzet, és többfelé valószínű eső, záporeső, a Dunántúlon jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Vasárnap és hétfőn elszórtan várható kisebb csapadék, többnyire eső lesz a jellemző. Északkeleten azonban havazás, havas eső is lehet. A hőmérséklet pedig az átlagos felett alakul majd. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Az időjárás jelentést az Electrolux Lehel Kft. Támogatta. Electrolux, a fenntartható fejlődésért. A műsorvezetőt a Fleur Divat öltöztette. Szépség, kényelem, igényesség egy helyen. A műsorvezető frizurája a Cvik Beauty szépségszalonban készült. Cvik Beauty, szakértelemmel a szépségért.